Szervusz Marikám, én vagyok az. Te olyat mondok, hogy megint ugyanolyan irigy leszel rám, mint a múltkor, amikor a boltba megvásároltam előled az összes akciós csirkefarhát. Hát meg képzeld már el, hogy a papával, meg az anokámmal, a Lacival menünk országos turnéra. Hát mondjuk örülök is neki, mint kocsmatőtelék, ha meghívhatnak valamire kérdésnek. Mert hogyha a papám úrik, azzal nem mennék sehova, maximum tönkre. Mondtam is neki a múltkor, hogy irfényeljél, papa. Végre elvihetné egy olyan helyre, ahol még soha nem voltam, meg ahol kipróbálhatnék olyan új dolgokat, amiket még soha nem csináltam. Azt mondja, akkor menjél be a disznóba, az gonajosz ki. Hű, Marikám, olyan ideges lettem. Volna, ha nem lettem volna, már eleve az, de eleve az voltam. Mondtam is neki, hogy igen, Béla, igen. Hát nem. Te beszélsz, akit csak két dolog érdekel, a kocsmázás meg az ivás. Mi? Hogy a kocsmázás meg az ivás az egy dolog. Akkor meg azt mondtam neki, hogy te beszélsz, akit csak egy dolog érdekel, a kocsmázás meg az ivás. Hát olyan egyszerű vagy, mint a növények. Na, azt ezután csak lestem, mint hal a szatyorba, mert a papa úgy kivágta magát, mint húzott a budi ajtót, mert elkezdett helyesen, hogy igazad van, mama, én egy növény vagyok. Azt mire van szükségük a növényeknek? Napfényre meg folyadékra, úgyhogy menek a kocsma teraszára napozni meg inni, azt el is meg. Az volt a szerencsém, hogy gyűjt az a mocsok gizibarikám, azt gondoltam, adok rá neki egy kis ideget, mert abból mindig van nekem bőven, meg azt nem sajnálom tőle, azt elkezdtem neki is dicsekedni, hogy így figyelj már, Gizi, képzeld már el, hogy menünk az orkámmal, Lacival, meg a papával országos turnéra. De hát annak hiába mondom, mert az a mocsok Gizi is csak két dolgot tud, dicsekedni, meg azt, hogy egy mocsok. Úgyhogy így visszadicsekedett, hogy ó, mi már nem csak az országot, hanem a fél világot bejártuk az én felimmel. Párizs, Bécs, Nápoly, gondoltam is magamban jó hangosan, hogy ő is hallja, Marikám, hogy akkor jártad te be a félvilágot, Gizi, amikor itt csak a budira botorkával sötétben megtapostad a főtgömbötte. Attól, hogy ettél már Párizsit, Bécsi Virsit, meg Nápolyit, az nem azt jelenti, hogy már voltál is ott. De nem is az a baj, hogy olyan sok helyen voltatok, Gizi, hanem az, hogy mindenhonnan vissza is gyűjtetek. Azt úgy ott hagytam, Marikám, mint a nyomott zsömléket a boltban, miután én is jól megnyomkodtam őket. Hát hiába mennek ezek bárhová, ha mindenhol mocskok. Érted-e? Na de az a lényeg, Marikám, hogy menünk országos turnéra, fel is írtam, hogy hova, hogy el ne felejtsem. Menünk Budapestre, Debrecenbe, Nagykanizsára, Győrbe, Pécsre, Békéscsabára, Szolnokra, Budapestre. Mi? Hogy Budapestre kétszer menünk-e, mert kétszer mondtam. Azt azért mondtam kétszer, mert hogy a Budapest az akkora város, hogy ott biztos, hogy eltévedünk, úgyhogy az még már olyan, mintha kétszer mentünk volna. Jegyeket meg a tixa.hu/standubrigád oldalon tudsz vásárolni, a siets mellem maradsz, mint múltkor a buszról, te. Várjál, már mégis nézem, hogy miket pakolt be a papa a bőröngyibe. Azt mondja, hogy pálinka! 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 Várjál már, Marikám, tartsad? Mi? Dehogy a pálinkát tartsad a vonalat, a telefont lecsesztem a papát, te. Béla! Még csak pálinkát raktál be a bőröndökbe? A fene azt a mocskos pofát. Mi? Hát tudom, hogy azt mondtam, hogy öltözzél rétegesen, de az nem azt jelenti, hogy arra gondoltam, hogy így áll magadra kabátot, a fene azt a mocskos pofádat, de majd mindjárt várjál csak te. Te meg miért nem tetszel le? Mit hallgatózol? Mi a fene a te mocskos pofádat is? Mi? Hogy én mondtam, hogy tartsad. Akkor meg fene az én mocskos pofámat is, csak oda gyújtunk ki, hogy megint ez is a Béla hibája. Fene azt a mocskos pofádat, te!